Maga az alapvonat összeállítás egy mozdonyból és 7 személykocsiból álló szerelvény. A járműnek a végsebessége 230 km/h. Mozdonynak a tartós teljesítmény az 6,4 megawatt, ez nagyjából egy 9000 lóerős folyamatos állandó teljesítménynek felel meg. Mozdony egymagában 82 másodperc alatt van fönn 250-en álló helyzetből. Vannak még apró problémák egyébként a vonaton. Ha elnézek, akkor ezt nézem. A Siemensnek a szerviz csapata itt van még, ők is folyamatosan finomítgatnak. Az ajtóvezérlés nem tökéletes, de hát nyilván majd idővel ezt ki fogja forrani magát. Éppen 160-mal számítunk elvileg valahol. Menni a Na, 750 forintos kávé. Fogyasztjuk. A vonat még mindig megy. 0 km per órában. Igazi express. Műszaki hiba adódott az egyik járműnél, és csak úgy tudtuk elhárítani, hogy elmentünk arra a mozdonyra, mert innen távvezérlésre nem tudtuk elhárítani. Lepattant az áramszöd, és nem lett vissza. Ezzel fékezek. Jobb kezni a fék, bal kezni a gáz. Fékút 160 km/h, egy gyors fékezéssel, gyakorlatilag a fővezeték a teljes kiürítésével nagyjából 600 méter alatt megállítható. Tehát ez nagyon-nagyon gyorsnak számít, és nagyon gyorsan közvetlenül reagálnak a fékek. Ez a gyereksarok. Lehet nézni a tévét, a rajzfilmeket, hang ugyan nincsen. Állítólag a mozdonyból bekapcsol, én körülbelül 400 méter ide. Ja, majd megoldják, addig is lehet élvezni a képet.